Samuel P. Huntington amerikai politikatudós nézete szerint a politikai ideológiák civilizáción belüli összecsapását felváltja majd a vallás és a kultúra civilizáció közötti konfliktusa a 21. században. A témakör kutatójával dr. N. Szabó Józseffel a kulturális közeledésről beszélgetek a következő percekben. Professzor úr, köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és önt is. A röviden felvezetett témáról én úgy gondolom, hogy főként mostanában igen sokféleképpen, igen sokféle helyen és igen sokféle megközelítésben beszélnek. A említett politikai tudós nézetei miért annyira nagyon fontosak mostanában? Hát azért nagyon fontosak, mert eddig a civilizációs összecsapás nem volt olyan kiélezett. Kultúrák egymás mellett voltak, de most elérkezett olyan szintre az emberiség, hogy olyan kihívás éri egyes kultúrákat és civilizációkat, amely azoknak a kultúráknak, civilizációnak a pusztulásához is elvezethet. Sajnos most az európai kultúrát, az európaiak civilizációját veszélyezteti olyan helyzet, amire eddig az emberiség történetében még nem került sor. Ezt mióta lehet érzékelni, hogy egy csúcsosodás várható a 21. században? A jelek megvoltak, már korábban is. A nagyobb mértékű jelzés akkor kezdett kialakulni, amikor Európát nagy mértékben ellepték a volt gyarmatokról jött, nevezzük bevándoroltaknak. Ugye a gyarmati rendszer körülbelül a 60-as évek elejére esett szét teljesen, ugye 40-es évek végén Ázsiában, akkor Közel-Kelet, és 60-as években Afrika. És a gyarmatokról nagy számban jöttek el olyan ottani emberkék, akik már ott nem tudtak megélni a gyarmatokon, és akkoriban még be is fogadta őket, úgymond szívesen az európaiak többsége, különösen a volt gyarmattartók. A szívesen vártság azzal is összefüggött, hogy a gyarmattartók még a gyarmati felszólító háborúk alatt ilyen ideológiákat terjesztettek az elnyomottak között, hogy ti nem is vagytok gyarmat, ti franciák vagytok, vagy bergák vagytok. Elsődlegesen a két ország körében fogalmazódott ez meg. Tehát nektek úgymond francia és belgaként kell viselkedni, és mikor felszabadultak ezek a területek, legutoljára franciáknál volt egy nagyon nagy gond az algériai háború, akkor ezek a gyarmati népek ezt komolyan is vették, mi jogosan vették komolyan, hogy ők franciák is jöttek. A jóléki társadalom ez vonzotta őket, mert éppen a 60-as években van a nagy fellendülés. Ennek volt a része, többek között a német Wirtschaftswunder, nem Németországot ekkor nem mint gyarmattartót érintette a bevándorlás, hanem mint olyan ország, ahol szükség van nagy mennyiségű munkaerőre, ezek voltak a törökök. Azt gondolom, hogy kicsit két irányba kell vigyük a beszélgetést. Azonos kultúrán belül meg lehet nézni a felmerülő problémákat, illetve különböző kultúrák találkozásánál. Mindkettő nagyon fontos. Hát igen, az azonos kultúrákon belül is lehetnek gondok, és az eltérő kultúrák között meg nagyon komoly konfliktusok lesznek. Most Európát jelenleg az eltérő kultúrák közti konfliktus veszélyezteti, mert ezeket az eltérő kultúrákat és civilizációkat nem tudjuk egymásra csúsztatni. Annak ellen, hogy volt egy időszak, magukat hozzáértőknek tartó kutatók is azt mondták, hát ez egy egyszerű dolog, megvalósítható ez a egymásra borulás, és sima ügy lesz ez. Nem lehet sima ügy, mert ezek teljesen eltérő értékrendek, mentalitások, és ezeket nem lehet egymásra csúsztatni. Kialakulnak ezekben az országokban, ahol ez megtörtént, paralel társadalmak, és ezek a paralel társadalmak egy idő után nagyon súlyos
veszélyhelyzetet teremtenek, lásd Franciaországban, de más nyugati országokban is elfordul, de elsődlegesen ez a franciáknál jött elő, hogy ezeknél a paralel társadalmaknál semmiféle kapcsolat gyakorlatilag nincsen az adott befogadó országgal. A másik a azonos kultúrán belül, ott is vannak problémák, hogy vegyünk egy egyszerű problémát, az európai kultúrán belül is vannak különböző kultúrkörök, ugye mi a német-rómaihoz tartozunk, itt egészen más a mentalitás, mint mondjuk a görög-keletiek által befolyásolt kultúrkörben, és ez is vezetett súlyos gondokhoz, ez volt a balkáni háború egyik oka, amikor Jugoszlávia szétesett, de ennek volt olyan oka is, hogy itt volt egy eltérő kultúra és civilizáció, ezek a bosnyákok voltak, ezek már muszlimok voltak, szerencsétlen Jugoszláviát három kultúrkör érintette, és ezen belül két eltérő kultúra és civilizáció. Nem véletlenül esett szét. Ebben a folyamatban, amiről beszélgetünk, ugye a vallás külön szerepel. Tehát ugye nem lehet egyértelműen a kultúrával összemosni. Igen, a vallásnak ebben az esetben nagyon komoly szerepe lesz. Ez pedig azzal függött össze, hogy itt az európai társadalmakba beilleszkedni nem tudó volt gyarmati népek fiai, lányai. Európában kezdték magukat rosszul érezni, a második generációról beszélek, mert nem tudtak mobillá válni, tehát nem tudtak előre lépni, és már nem tetszett nekik az a helyzet, hogy ők csak utcaseprők meg szemetesek, hanem többre váltak, jogosan természetesen. De a probléma ott keletkezett, hogy most a századforduló körül már 90-es években megjelent egy olyan ideológia, amely ezeknek a sértett vagy nem kellően karriert elért embereknek egyfajta hinterlandot adott, és ez a hinterland volt az iszlám, és az iszlám azt mondta, hogy ti ebből kell, hogy kitörjetek, nektek ez nem jó, és egyfajta védelmet, kitörési pontokat adott, és ide vezethető vissza, addig nem volt ennyire nagy gond, mert nem karolta őket fel a vallás, és ez a vallás ettől az időtől körülbelül kezd nagyon agresszívá válni, mert az első időszakban nem volt annyira agresszív ez a vallás, de most viszont már azzá vált, ez azzal is összefügg, hogy óriási a iszlám lakosság a világon. Ha még egy egyszerű példát, mondjuk nem is kell 70 év, hanem mondjuk 40 évvel ezelőtt volt 680-700 millió muszlim. Most már ez a létszám 1,5 milliárd. Hihetetlen nagy a szaporulat. És ezáltal vált agresszívabbá is. A beszélgetés végére muszáj, hogy talán a legfontosabbról beszéljünk magunkról, magyarokról, Magyarországról ebben a vonatkozásban. Hát meg kell állapítani, hogy ha ezek a tőlünk teljesen eltérő kultúrájú, más kultúrkörhöz tartozó népek nagy tömegben ide jönnek, ez felboríthatja a mi társadalmunkat, a fehéreket, de különösen, mint mondjuk Magyarországról beszélünk, hogy képtelenek leszünk önmagunkat megvédeni, ha beengedjük őket, és ebben az értelemben most nem politikai védőbeszédet akarok tartani Orbán Viktor, mert igaza van, ha egyszer bejöttek, nem tudunk velük mit kezdeni, mert nem tudnak integrálódni. Hát eddig voltak ugye korábban is ezektől az eltérő kultúrákból származók Magyarországon sikeres emberek, de ezek egyedi sikerek voltak. Itt viszont tömegesen jönnek, mert mindig van egyedi kitörés. Hát a Franciaországban is, meg Németországban is volt egyéni kiemelkedés, de társadalmi méretekben sajnos ez nem megy, mert nem tud beilleszkedni ebbe a kultúrkörbe, ebbe a kultúrába. Ez a teljesen eltérő civilizáció olyan, hogy ezt nem tudja adaptálni. És ebből van az, hogy nem tud integrálódni ez a hatalmas tömeg, és ha ez a hatalmas tömeg ellepi mondjuk Magyarországot, akkor ezzel nem tudom, mit tudunk kezdeni. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy benn volt a stúdióba és beszélgettünk. Köszönöm.